Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. Anyukám matematika tanár, így az összes iskolában kötelező volt jelesnek lennem matekból. Én persze szívvel lélekkel tiltakoztam a dolog ellen. Reggeli közben folyton a két ismeretlen és egyenlet megoldása vagy a kósi tétel volt a téma. Sokat kellett tanulnom, de ha mégis ötösnél rosszabb jegyet kaptam, kitört otthon a káosz. Állítólag azért választotta ezt a szakmát, mert szereti a gyerekeket. De ezt otthon még nem igazán mutatta meg. Azt mondják, a négy kötelez. Démonnak már bánom, hogy ezt a nevet adtam, mert minden megtesz, hogy méltó legyen rá. A családi kerti programokat rendszeresen szabotálja, és már mindennapos a szomszédok fenyegetőzése is. Ha még egyszer meglátják a kutyát az utcán, vagy a saját kertjükben, feljelentenek. Aztán persze mindig nekem kell kimagyaráznom. Emese a legjobb barátnőm, de ez nem volt mindig így. A középiskolában volt egy srác, aki mindkettőnket egy időben hűített. És a nagy rivalizálás miatt nagyon összevesztünk. Hónapokig nem beszéltünk. Később rájöttünk, hogy gázas srác. Aztán összefogtunk, és meg a zsuliból is sikerült elüldözni a gyereket. Azóta elválaszthatatlanok vagyunk. Gergővel az első találkozásnál éreztük, hogy közünk lesz még egymáshoz, mégis utána fél évig nem beszéltünk. Nem túl romantikus alkat, inkább a favágás élik hozzá meg a sör. Eleinte nehéz volt szót értenem vele a nyár stílusa miatt, de megfejtettem a titkát. Aztán ha elég sört iszik, még szépeket is mond. Kés csoda, hogy sikerül elcsábítanom a társasági életből. Az öcsém energetikai mérnöknek tanul a BME-n. Mindenből kitűnő, egy igazi zseni. Nehéz mellett érvényesülnöm. A fontos családi programokból nagyon ügyesen kihúzza magát. Természetesen a vizsgákra és az éhára hivatkozva, ami persze nekem még nagyobb szívás. Na de, szerencsére mindig számíthatok rá. Apával sokat járok kirándulni a közeli erdőben, szeretünk kutyát sétáltatni, hétvégente moziba szoktunk menni, és néha még színházba is elvisz. Szeret barkácsolni, bár kicsit már sok a haszontalan kacit a pincében. De azért nagyon szívesen segítek neki. Jókat beszélgetünk. Mondhatni példás apa-lánya kapcsolatunk van. Már 2 éve szobatársam Zsolt. Nem túl szép, de cserébe olyan hangosan eszik, hogy lehetetlen tőle aludni. Legtöbbször a cipőjében van, mert igazából még tőlem is fél. Barátságtalan modora és furcsa gasztronómiai szokása ellenére ő a legjobb szobatárs. Egyébként meg egy barátomról neveztem el, aki mindenben pont olyan, mint ő.